Meghívást kaptunk a Berentei Némó horgásztóhoz egy 24 órás horgászversenyre. A tógazdát, a tóüzemeltetőjét kérdezzük. Kérlek szépen, mesélj nekünk erről a mai versenyről, és úgy általában a tóról. Sziasztok! Ez egy 24 órás horgászverseny, ami szombat 8 órától, reggel 8 órától, vasárnap reggel 8 óráig tart. Minden, ha számít, amit fognak a versenyzők, úgyhogy elég eredményes lesz szerintem. Már most ugye egy másfél órája kezdődött el a verseny, már majdnem mindenki fogott halakat, elég szép amúrokat fogdosnak, pontyokat, úgyhogy reméljük, hogy nagyon sok halat fognak fogni a versenyzők, és meg lesznek elégedve a versennyel. Ha minden igaz, az előrejelzések szerint a legforróbb nyári éjszaka vár ránk ma este. Hogy látod, milyen lesz a verseny további része, hiszen látom, hogy vannak még szabad stégek. Vannak még, ilyenkor nem szoktunk ugye más horgászt engedni a versenykor, ilyenkor csak a versenyzők vannak a tavon. Szerintem fogjuk bírni, már alig várjuk, hogy egy kicsit árnyékoljon, de hát még az egy kicsit odébb van. És véleményed szerint lehet-e tudni, hogy körülbelül mennyi hal van ebben a tóban? Úgy nagyjából tudjuk, helyek közel, egy ilyen 20 és 25 mázsa közötti lévő halállomány van. Ebben vannak ugye fél kilótól ilyen 20 kilóig. Korábban sétáltunk erre felé este, illetve az előbb, mikor a kamerát állítottuk fel, akkor is egy hatalmasat csobbant a víz a tó közepe. Szinte mintha egy cápa vagy egy delfin ugrott volna ki a vízből. Ez milyen hal? Ez egy harcsa, ezt sajnos ezt ki kell szednünk, mert nagyon nagy kártevő, úgyhogy az éven több, mint valószínű, hogy ősszel egy harcsafogó versenyt is fogunk szervezni, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel ez a harcsafogó verseny. Ki kell szedni sajnos, mert nagyon pusztítja az állományt. Azok a távoli horgászok, akik még nem jártak itt Berentén, azokat hogyan tudnád invitálni, hogy ide is jöjjenek horgászni? Hát hála Istennek, tegnap voltak Sopronról horgászni, úgyhogy nagyon meg voltak elégedve. Ilyen 5 kilótól fölfele fogdosták a halakat, úgyhogy azt mondták, hogy ha a legközelebb is erre járnak, akkor fognak jönni ide horgászni. Úgyhogy de járnak ide Kecskemétről, Szegedről, úgyhogy már most úgymond kezd beállni a horgásztó. Sokan azt mondják, hogy ez a tó kicsi. Véleményed szerint a környék többi tavához képest mekkorának minősíthető ez a tó, és hány hektáros? Ez tényleg kicsi, ez egy fél hektáros, 0,53 hektár, szóval egy kicsit több, mint fél hektár. Viszonylag tényleg kicsi, de viszont annál eredményesebb, aki ugye akinek nincs ideje lejön horgászni, ide biztos, hogy egy eredményes napot fog zárni, itt biztos, hogy fog halat fogni. Főleg, hogyha tényleg 25 mázsa van benne. Milyen fajta halak találhatóak a tóban? Vannak benne kárászok, dévér, ponty, amúr, harcsa, csuka, sülő, végülis majdnem minden halfauna megtalálható benne. És hogyha Sopronból nem is, de a környékről mondjuk, hogyan tudnak téged megtalálni, hogyan jöhetnek ide a horgászok? Van egy telefonszámunk, és azon általában elérhető vagyok, úgyhogy a 70-es 366 8382-es telefonszámon. Ezen éjjel-nappal lehet csörögni, úgyhogy ha valaki be akar jelentkezni, szívesen fogadjuk a jelentkezését. És még a nyitvatartásról mondj kérlek pár szót. A hétfőn zárva vagyunk, 2-től vasárnapig, reggel 7-től délután 5 óráig vagyunk nyitva. Kevin, mit fogtál az előbb? Egy pontyot, egy kis pontyot. Kis pont, hát ez szerintem nem volt olyan kicsi. Milyen méretől számít ez kicsinek vagy nagynak? Mert ez szerintem elég nagynak tűnik. Satzper kávé, ez a fél kiló, ez kávé ez a hal. Mi volt a legnagyobb méretű hal, amit fogtál eddig életedben? 15 kiló. Az előbb a tógazda mondta, hogy itt van benne egy óriási nagy harcsa, ami akár 50 kiló is lehet. Arra nem pályázol? Hát már akasztottuk meg, de sajnos nem lett meg. Szerinted hogy lehet kifogni egy ilyen méretű halat? Inkább tudás szempontja. Nagyon oda kell figyelni. Tehát nem is a felszerelés, hogy mondjuk erős legyen a damil, vagy jó a horog, vagy a csali, hanem az, hogy hogyan fárasztod le a halat, és hogyan húzod ki? Hát akármilyen erős felszerelés, hát ugyanúgy elmehet, sajnos. Hogyan látod ezt a mai 24 órás versenyt? Látom, ágyjal is készültetek. Igen, mert muszáj lesz egy kicsit pihenni, mert hosszú napnak nézünk elég. Folyamatos a kapás nálatok is, és a többi stégen is. Milyennek ítéled meg ezt a berentei horgásztal? Hát én minden héten járok ide, úgyhogy én nagyon szeretem ezt a kis tavat. És hogyan csinálnál kedvet azoknak, akik mondjuk még nem jártak itt ezen a tavon, hogy ide jöjjenek sportolni? El kell jönni,
és hát tényleg akár kisgyerek, mindenki, csak bedobosz, már 8 kilósat is fog. Hát gratulálok, akkor további sok sikert a horgászatban. Ez a hal úgy látom leakadt. Mi volt rajta szerinted? Hát sajnos az volt ezzel a probléma, hogy kicsi a horgom, ugye nem szabad tüskés horgot használni, tüske nélkül, vagy szakál nélküli horgot használunk is. Kicsit lazát kapott, ahogy láthattuk az előbb is, lazát kapott, és sajnos le is fordult. Ez a speciális horog, ez a mai versenyre vonatkozik, vagy úgy általában? Hát általában szerintem mindenki ezt a fajta horgokat használja, mert ez tüskés horog, ugye, avval pop-upokra az a legtökéletesebb. Szerintem az a legjobb horgok is, azt használja általában mindenki. És Csalinak mit használsz, mit teszel erre a horog? Hát ez most ez egy csoki narancsos, amit használok, meg változó. Mikor, milyen jön? Hát keresgetni kell, dobálni. Azt, amelyik jó neki, azt ott szeret a legjobban. Sikerült ma már fogni valamit? Fogtam, igen, szép két amúrt, meg egy szép pontyot. Hány kilósak voltak ezek? A pontyom volt 4-20-as, az amúr 5-40 az egyik, a másik meg 2-70. És mi volt a legnagyobb, amit fogtál életedben? Hát ezen a például jelen pillanatban ezen a berentei tón, az 14 kiló 80 deka volt. Az komoly, és ezeket a halakat el lehet innen vinni, vagy ez ilyen sporthorgászat csak? Inkább sporthorgászatra van ez speciálisodva, de ahogy lássa mindenki, rengeteg hal van benne, érdemes ide jönni családdal, nagyon a tulajdonos nagyon kedves családokat fogad, és mindenkinek próbál segíteni úgy, hogy jó legyen, élménye legyen a tón. Ne üzével jöjjön el szomorú arca, hogy nem fogod semmit. Ennyi. És van-e valami tipped, trükköd, valami speciális titok, ami eredményezhető, hogy esetleg itt ilyen sikeres neked ez a horgászat? A titkot nem lehet kiadni, minden horgász magába tartsa, de én szerintem ide nem kell trükk és titok. Itt, aki lejön, az biztos garantált sikerrel fog innen eltávozni, hogy halad biztos, hogy tud fogni. Holnap reggel lesz vége ennek a versenynek, mire számítasz körül, mennyi halat fogsz majd tudni fogni? Hát én remélem, én leszek az első, a többi meg majd hozza magát, ahogy gondolom. Hát így legyen, köszönjük, gratulálok! Mi újság a mai versenyen? Van kapás? Hál' Istennek már sikerült 3 pontot fognunk, egy nem olyan régen lemaradt, az leakadt, viszont most az utóbbi időben csak a kárászok jönnek, úgyhogy most azon taktikázunk, hogy hogy lehetne őket kiszűrni esetleg is, és újra nagyobbakat elkezdeni fogdosni. Azt mondják, hogy ez nem a legszerencsésebb hely, ahová te most lepakoltál, sorsolás útján dőlt el, hogy ki hová mehet? Sorsolás útján igen, két körös sorsolás volt, ugye az első körbe kihúztuk azt, hogy hanedikként húzzuk majd a horgászhelyünket. Igazából kettős érzéseim vannak ezzel a helyen, mert horgászatügyileg nem hiszem, hogy ez annyira rossz lenne, viszont most így nyáron a tűző nap miatt ez annyira nem könnyíti meg a dolgunkat. 24 órás verseny, tehát lehet, hogy délután, vagy esetleg már éjjel ez is teljesen jól fog működni. Mi a szerinted a legnagyobb hal ebben a tóban? Hát erre azért tudok nehezen választ adni, mert most vagyok itt másodjára egyébként horgászni. Mende mondák alapján mondják, hogy van benne egy 40-50 kilós harcsa is. Szerintem ilyen 30 kiló körüli feletti, ez biztos, hogy van benne. De erre nem tudok választ adni. És itt most a mai versenyen milyen speciális csalit, vagy milyen trükköt használsz, hogy esetleg nagyobb legyen az eredmény? Hát igazából mi úgy készültünk, hogy ilyen féder technikával, finomszerelékkel, és nem feltétlenül nagyobb halakra megyünk, hanem minél többet fogjunk, és hogyha már beálltak a, mármint ugye a pontból minél többet, és utána, hogy beálltak a pontjuk, akkor próbáljuk meg esetleg őket szelektálni méret szerint, de többnyire a színekbe orrálunk a csalik színébe, nem a méretébe. A mai verseny nem látok egy hölgyet sem. Szerinted ennek mi lehet az oka? Pedig hiányoznak. Jó lenne, ha lenne. Igen, igen. A horgászatról azt tartják, hogy egy csendes sport, azonban itt a versenyen nagyon jó kedélyű a hangulat, tehát beszélgetnek, zene szól, és néha egy-egy átkiabálás is van, gratulálnak, vagy egyéb megjegyzéseket tesznek itt egymással a kollégák. Hogyan látod, ez tényleg csendbe kell lenni?
Én szerintem egyébként ez tévhit, mert ugye sokszor, ha csak abba belegondolunk, hogy szórjuk be a kukoricát csúzlival, vagy etetőrakétával a halaknak, őket maga a hanghatás az oda vonza. Most nyilván az, hogy valaki topozékol ott a vízterületen, vagy a vízparton, meg hangosan hallgatja a zenét, bizonyos halfajoknál az nem feltétlen előnyös, de a pontja az ezt a csobogás, meg a minimális zajhatás az azt szereti, oda vonza, hogy táplálékot jelent számára. És holnap reggelre, a verseny végére milyen eredményre számítasz? Hát bízunk benne, hogy sikerül egy dobogót összehozni. Hát gratulálunk, és így legyen. Köszönöm.